1981-től működött abban az épületben az Erzsébet Kórház szülészeti és nőgyógyászati, illetve gyerekosztálya, melyet az egészségügyi intézmény struktúraváltását és infrastruktúrális fejlesztését szolgáló beruházás kapcsán ítéltek bontásra. Az osztályok a régi, úgynevezett sebészeti tömbben kaptak helyet a krónikus belgyógyászati osztállyal együtt, és továbbra is ebben az intézmény részben működik az ápolási osztály. A régi igazgatás helyén a belgyógyászati krónikus osztály, a szülészet, valamint a gyerekosztály a sebészeti osztálynak a szintjén helyezkedik el, illetőleg az őket kiszolgáló helyiségek, ambulanciák, azok az épület földszintjén vannak. Ezeknek az osztályoknak a megközelítése 24 órán keresztül lehetséges azon az új oldalt nyitott bejáraton keresztül, amelyet a betegek is és a látogatók is a mentő állomással szemben bejöve megtalálnak az új épülettől balra térve. Az osztályok napközben reggel 6 és este 6 óra között könnyen megközelíthetőek a régi főportán keresztül, azonban este 6 és reggel 6 között ez a bejárat zárva van, és csak az új oldalajtó használható. Emellett az osztályok látogatási rendjét is szabályozzák. 11 és este 6 óra között lehet a betegeket látogatni, úgy a szülészet, gyerekgyógyászat, valamint a belgyógyászati krónikus osztályon, illetve az ápolási osztályon, melynek a helye változatlan. Folyamatos előkészítő munkát követően az elmúlt hét folyamán szakaszosan átköltöztek az osztályok új helyükre. A kisebb-nagyobb akadályok azonban nem mentek a betegellátás rovására, tette hozzá a főigazgató általános helyettese.